Ödön az ökör. Mesterlövészek. Biztos nem Robin Hood tanítványa voltál. Magam sem értem. Pedig olyan kiváló céllövő vagyok, hogy még soha életemben nem lőttem mellé. Hoho, teli találat! Most te következel, megmutathatod, mit tudsz, ha olyan nagy a szád. Jó, de nekem más fegyverem van. Erre nem lennék ilyen büszke. Rád is alaposan rád fél egy kis gyakorlás. Rendben van, elismerem, hogy gyakorolnom kell egy kicsit, de azért veled bármikor kiállok egy versenyre. Most figyelj! Ne harapodj, nem téged célosztalak! Nem gondoltam, hogy a lövészet a lövész számára legveszélyesebb. Ott egy újabb célpont. Kíváncsi vagyok, eltalálom. Cél? Tűz! Bocs, nem tudtam, hogy te vagy az. Ennek a kocavadásnak micsoda malacca van? Elállok! Gratulálok! Na, a nagy vadaknál bevetem a nehéz tüzeset! Úgy látom, kezdek belejönni. Most már kihívhatom Ödönt egy lövészversenyre. Biztos, hogy én fogok nyerni. Sehol nem találok egy megfelelő célpontot. Ott van. Remélem, nem fog elmozdulni. Nem vagyok céltábla. A mozgó célpontokkal még van egy kis gondom. Ez lesz az igazi, akár egy céltábla. Most végre bizonyíthatok, ezt egyszerűen nem hibázhatom el. Lövés előtt ellenőrizni kell a szélirányt. Ez most teli találat lesz. Micsoda eker! Ez most már halál biztos lesz. Nincs szívem lelőni ezt a szegény jószágot. Inkább valami nehezebb célpontot keresek. Soha sem hittem volna, hogy ilyen nehéz célpontot találni. Ez mintha megrendelésre érkezett volna. Jaj, ezt is sajnálom. Nincs szívem meggyilkolni egyetlen állatot sem. Úgy látszik, nem vagyok vadász alkat.
Maradok a céltáblánál. Ha mellé lőnék, a kutyám majd visszahozza a nyílvesszőt. Ez a távolság éppen megfelelő lesz. Vigyelj, kiskutyám! Jól van, na még egyszer. Na, még egyszer. Miért nem várod meg, amíg célba ér a nyílvessző? Most figyelj! Azért a saját testi épségedre is figyelj oda, kiskutyám. Elkészülni? Azt hiszem, neked is jobb lett volna, ha inkább macskának születsz. Csendesen. Ez valami nagy vad lesz. Jaj, azért ilyen nagy vadra nem számítottam. Jaj. Ezt a mutatványt egy Tel Vilmos nevű kollégámtól tanultam. Hű, te szerencsétlen, ez volt az utolsó almám. Tulajdonképpen banánnal még szebb feladat. Legalább dobd fel a héját, hadd célozzam meg. Úristen, bumerángnak képzeli magát a nyílvessző. Jaj. Mi történt, Ödön? Megtámadott valamilyen állat? Segíts, Benő, segíts! Autorérvéken van! Jaj, segíts, Benő! Jaj! Erre szaladj felém! Jaj! Vigyázz! Köszönöm, Benő, azt hiszem megmentetted az életemet. Remélem, ezek után elismered, hogy jól tudok lőni. Hm? Vagy még mindig rám fér a gyakorlás? Bocsáss meg, hogy kigúnyoltalak, tényleg jól tudsz lőni. Elismerem, hogy ez csodálatos lövés volt. Na, rendezünk egy barátságos versenyt. Rendben, enyém az első lövés. Aha. Most mutasd meg, mit tudsz te. Jó, mutatok neked egy érdekes dolgot. Azt hiszem, meg fogsz lepődni. Figyelj, lelövöm azt az almát. Benő, az alma az ellenkező irányban van. Csak figyelj! Benő, ez egyszerűen fantasztikus volt. Tulajdonképpen nem is volt olyan rossz. De a te nyíllövő tudományod is sokat fejlődött. Hát, elég pontosan lövök, az biztos. De gyorsaságban én vagyok a legelső. Az egész erdőben nem akad nálam jobb nyílövő? Jaj, belátom, csak a második vagyok. Jaj, hagyd abba! Jaj, elég most már! Jaj, hagyd abba! A gyámoltalan elefánt bébi. Woof, 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 woof!
Csend legyen, hagyj aludni. Jaj, ezzel a kutyával, úgy ugat, mint aki megveszett. Szerintem mutatni akar valamit. Ne sírj, Ellie, mindjárt megvigasztallak. Mit csinálsz? Majd meglátod. Hogy tetszik az új frizura? Nem hiszem, hogy ezért volt szomorú. Nem miért? Szerintem eltévedt, és nem találja az anyukáját. Ajaj, tegyél le! Na, tegyél le! Ne majd fel! Ne! Különben is szédülök. Ödön segíts! Jaj, ödön! Ne izgulj, Indiában mindenki elefánton lovagol. Na, óvatosabban, sokkal erősebb vagy, mint mi. Jaj, azt hiszem, megsüketülök. Jaj, hát nem érted, hogy ne legyél ilyen durva. De hangosan trombitál. Úgy látszik, szomorú személy. Gyere velünk, majd előkerül a mamát. Na, na, gyere! Jaj, nekem! Milyen gyámoltalan. Az anyja nélkül mindenki nagyon védtelennek érzi magát. Gondját kell viselnünk szegénynek. Hoztam még egy vödör tejet. Jó étvágyad van, mondhatom. Egyszerű, ha rákapcsoljuk a tejüzemre. Remek ötlet, de nem tudom, hogy Liskának lesz-e annyi teje, amennyivel jól lakik. Minden esetre egyszerűbb, mint vödörrel hordani. Ne, nem fújni kell! Attól félek, nem fogjuk győzni a táplálásodat. A banánhéjat nem muszáj megenned. Anyukád nem tanított meg, hogy nem szabad szemetelni? Jaj! Elindult a páncélom! Szegény Orbán barátom. Nehogy megsérüljön. És kutyám, nekem most dolgozni kell mennem. Vigyázz Ellie-re, amíg oda vagyok. Engedj már el, a kutyus itt marad veled. Okosabb lesz, ha óv intézkedéseket teszek. Akkor most egyedül maradsz itthon. Te akartad, hogy így legyen? Annyira szeret, hogy nem bír meglenni nélkülem. Gyere be, isteni a víz! Mi csináltál? Nem tudok kijönni!
mi? Segíts, beszorultam! Menjetek már innen! Adjatok békén! Nagyon fárasztó dolog gyerekekkel foglalkozni. Ez igaz. Adni kell őket, hogy egymással hancúrozzanak. Jól összebarátkoztak a kutyával. Meleg szívű jószág mind a kettő. Tudtad, hogy a strucc repülni tud? Nagyon helyes. Most legalább igazi madárnak érezheti magát. Hűha! Látszik, velünk is játszani szeretne. Na, jaj, ne. Nem mész innen? Nehogy megint felemelj! Miért sírsz már megint? Hiszen olyan jót játszottatok a kutyával, nem? Anyám asszony katonája. Menőkém, jobb lesz, ha kereket oldunk. Ez a kutya így ért a nyelvén. Az elefánt bébi már egészen jól megszokta itt nálunk. Azért nem ártana előkeríteni a mamáját. Azt hiszem, igazad van, Benő. Szerintem elfáradt a kicsi, és leszeretne feküdni aludni. Jól van, kicsi, mindjárt megágyazok neked. Nem szabadna ennyire elkényeztetnünk. Nem gondolod, hogy odakint sokkal kényelmesebben elfér ez az óriás bébi? Ott maradjon bent, szegény, hiszen tudod, milyen félénk. Tudom, hogy nem szabadna ilyen engedékenynek lennem, de mit csináljak, ha ilyen vaj szívem van? Te még egy elefánt? Végre visszajött a mamája. Remélem, most már ő fogja a gondját viselni. Úgy látom, virágot is kapunk. Köszönjük szépen! Világéletemben utáltam a hálálkodást. Ugyan, Benhő, biztosan jót akart. Nem szabad megharagudnod rá. Nem. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Kis Erika, Mícs Ildikó, Csizmadia Gabi, Várkonyi András, Szokol Péter. Magyar szöveg Pataki Gábor, hangmérnök Kendi Lajos, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Vipart Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.
Ödön az ökör, bajkos kenguru. Oh, milyen szép napunk van ma! Milyen jól pattog már a nagyobbik gyerek. Óvatosabban kellene gyakorolnod ezeket az akrobata mutatványokat. Anyád nélkül különösen csavarogjál ilyen messzire. A gyereknek az anyja mellett a helye. Megértetted? Úgy, az erszényben biztonságban vagyunk. Látom, pattogni tanítod a gyerekeket. A felnőtteknek sem sikerül mindig minden. Bár ilyen fiatal korban karatézni tanítod őket. De nagyot tudsz ugrani. Nem fognak megsérülni a kicsik. Soha nem játszanak valami nyugodtabb játékot ezek a rossz csontok. Hé, ne szállj olyan magasra, mert az nagyon veszélyes. Sőtől állítólag nagyra nőnek a kicsik. Mintha dézsából öntenék. Na hát, micsoda jó dolga van ezeknek a kenguru palántáknak. Engedjetek egy kicsit. Engedjetek engem is egy kicsit, gyerekek. Egyszerűen imádok hátban fürdeni. Hoztam nektek egy kis gyümölcsöt. Egy alma az anyukának. A gyerekeknek van egy banán, szőlő, ananász, egyik finomabb, mint a másik, és tele vannak vitaminnal. Tessék, tessék. Mm-hmm.
ugye milyen finom? Hm? És a gyümölcs nem ízlal. Ó, a mamád észre se vette, hogy kiestetek. Kicsi, előkerült már a mamád meg a testvére. Oj, milyen neveletlen viselkedés ez, nem szégyelled magad, te csibész! Mi történt bennő? Miért nem hagysz szundikálni? Mindenkire ráugrik. Nézd, mindenkire ráugrik! Oh. Nem bánt az senki, csak egy eleven gyerek. Uh-huh. Attól még lehetne egy kicsit jómodorú. Nem kellene mindenkire ráugrania. Biztos azért ideges, mert nem találja az anyját meg a testvérét. Igazán előkerülhetnének már. Végre együtt a család, most már rend lesz. Ajaj. Szólok anyádnak, hogy megint elhagyott, mert mindenki jobban jár, ha te az erszényében maradsz. Halló! Vigyázz egy kicsit jobban a gyerekeidre, légy szíves! Így kényelmesen elfértek mind a ketten. Most már nem fogtok kiesni. Így sokkal nagyobb biztonságban vannak a gyerekek. Igen, és a mi nyugalmunk is. A bajkeverő gorilla. Ó, nagyon szép az idei almatermés. Felmászom és ledobálom neked. Ó, kapd el, nehogy olyan ütődött legyen, mint te. Vigyázz! Egyébként te vagy az ütődött.
Jó, van, csak vicceltem. Mindjárt megy a többi is. Úgy hallom, közeledik a bajkeverő gorilla. Vigyázz, mert megint megtréfál valamivel. Ezt megúsztam. Benő, ezek az almák érettemnek tűnnek. Csak nem érem el őket. Le kellene már egy kicsit fogynom. Ez igaz. Ez a gorilla úgy viselkedik, mint egy vadállat. Kíváncsi vagyok, melyik édesebb ez, vagy ez? Ödölned meg mindent! Ne félj, annyi van, hogy úgysem tudjuk megenni jövő nyárig sem. Jól van, kutya, ügyes vagy! Hogy kerülnek ide a csapdát? Ödöl, már megint torkoskodsz! Én ugyan nem. Elég legyen, azonnal hagyjátok abba. Nesze! Nem merészek közelebb jönni, mert nagyon megbánom. Jaj, segítség! Ereszel! Szép volt, Ödön! Nem ijedtél meg tőle! Szép volt! Hangszernek nézi szegény elefántot. Egész kellemesen sikerült ez az alma szület, nem gondolod? De, károgy elrontott a gorilla. Takarodj innen, te ronda vadállat! Bízd csak rám, Benő, ezt a jópofa fickót. Majd én elintézem. Megkínálhatlak egy almával? Egyel!
Elég volt belőled. Nagyon szép műugró gyakorlat volt. Gratulálunk! Máskor jobban vigyázz a művészi kivitelre. Most meg szegény kutyát nem hagyja békén. Azt hiszem, most már tényleg tennünk kell valamit ezzel a vadállattal. Nem gondolod? Igazad van, nekem is van egy tervem. Jó, de nagyon óvatos légy. Kíváncsi vagyok, hogy a fejed is olyan keménye. Mindjárt kiderül. Nem igaz. Ennek betonból van a feje. Haló, gorilla! Nincs kedved velünk almát szedni? Először te mászol fel a fára. Segítek! Teljesen becsavarodott? Ó, bocsánat, Benő. Ne legyél így elkenődve. A te ötleted volt ez a butaság. Lehet, hogy az én ötletem volt, de azért még nem kellett volna majdnem agyon nyomnod. Különben is, ha nem tetszik az ötletem, találj ki valami jobbat. Ki is fogok találni? Hasba lövöd a sassal, vagy helybe vágod egy doronggal, ugye? Ökörség! Te nagyobb ökörséget találtál ki teknős létedre. Fogjunk össze ellene, ahelyett, hogy így veszekszünk. Szerintem ne bántsuk szegényt. Jó, kegyelmezzünk meg neki. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Kis Erika, Mícs Ildikó, Csizmadia Gabi, Várkonyi András, Szokol Péter. Magyar szöveg Pataki Gábor, hangmérnök Kendi Lajos. Gyártásvezető Ozorai Katalin. Szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a VipArt Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.
Ödön az ökör. Nehéz a király érte. Hogy ő az állatok királya. Ettől a hangtól mindenkinek inába száll a bátorsága. Jaj, nekem! Borzasztó ez az üvöltés korán reggel. Biztosan nagyon dühös, ettől meg lehet süketülni. Félre innen legyek! Ez a kutya nem tudja rendesen tartani a céltáblát. Nem lehet célozni, ha állandóan mozog. Próbáld meg gondolatban kimerevíteni. Micsoda ökörség! Hé! Mi történt? Hova lett a céltáblám? Na végre megállt. Ó, kár, hogy megfogadtam, hogy élőlényekre nem lövök. Úgy hallom, ez a kutya hangja. Jól hallod. Akkor ezek szerint még nem ette meg szegényt az oroszlán. Úgy látszik, nem szereti a hangját. Nincs semmi bajod, kutyuskám. Teljesen hihetetlennek tűnik, de a kutyánk elriasztotta vonításával az állatok királyát. Ki is szívta az erejét, ez a fantasztikus hőstett, fel sem bírálni. Oroszlán itt vadászgat a környéken. Legjobb lesz, ha még magamnál tartom a fegyveremet.
hát a Bárdus ügyesebben vadászik, mint az állatok királya. Úgy látom, most a folyóparton vadászik tovább. Nyam, nyam! Kókuszdióra kiválóan lehet nyillal célba lőni. Már megint eltűnt a cél. És megint az oroszlánban a dologban. Jaj! Ha nem lennék hüllő, kirázna a hidegettől a hangtól. Ezt az utolsót azért lenövöm. Cserkészni azt a szerencsétlen zebrát. Figyelmeztetnünk kell. Megmentettünk egy újabb áldozatot. Menekülj, malacka! Ne izgulj, Benő, csak figyeld, mit csinálok. Egyre éhesebb és egyre idegesebb. No, vajon mire megy egymással a két vadállat? Csak te hiányoztál, kutya. Mi történt? Miért lett ilyen csend? Úgy látom, mintha az oroszlán bereket volna. Hoztunk neked egy kis mézet az jó rekedség ellen. Továbbá nagyon laktató és nyugtatja az idegeket. Befalhatod az egészet. Jobban érzed magad valamivel? Ezek szerint hatott a méz. Sajnos. Mégiscsak ő az állatok királya. Veszélyben a termés. Úgy látom, szép termés lesz az idén.
találok ödön. Nagyon szépen gondoztad a növényeket. Rengeteg munkám fekszik ebben a szép termésben, az biztos. Ezek a cukorrépák olyan édesek, mint egy-egy nyalók. Igen, úgy örülök, jaj! Ó, mi történt? Ezt valami megrágta. Már megint a vakond. Megvagy, te cukorrépadésmáló. Nézd már oda, hogy meghízott. A kukoricám talán még szebb, mint a cukorrépa. A csodába, ettől a pokoli hőségtől kipattognak a szemek. Nem baj, legalább lesz pattogatott kukoricánk. Imádom a pattogatott kukoricánk! Ide még! Kukkodásig telehetjük magunkat pattogatott kukoricánk! Ez aztán a csodálatos természeti jelenség. Felséges híre van. Milyen gyönyörűek és hatalmasak ezek a paradicsomok. Nagyon finomak, de fel kell őket karózni, mert a nagy súlytól egészen roskadoznak a bokrok. Éné, mindjárt szemben néz ki az egész veteményes kert. Ó, itt a strucc. Úgyis elfogyott a karó. Gólyaláb is jó lesz. Éné, legalább nektek is hasznotokat veszem. Jaj, micsoda rekkenő hőség. Félek, hogy tönkre teszi a termést, ha nem lesz eső. Ezt a kánikulát nem lehet kivírni. Nem fognak elpusztulni a növények? Meg kellene öntözni őket. Szív tele magad, ahogy csak bírod. Jaj. Egy kicsit modernebb öntözőrendszerre lenne szükségünk. Jaj, de megszomjaztam. Ha nem lennék hüllő, már megütött volna a hőguta. Látok, fél egy kis hűsítő zápor növényké. Oly, micsoda hőség. Könnyű a tevének, hogy a pupjában tudja raktározni a vizet. Hurrá, itt az eső, hurrá, hurrá! Csodálatosan frissít ez a fürdő. Kellemes ez a szemerkélő eső, ugye? Szemerkélő? Úgy zuhog, mint a dézsából öntenék. Segítség, jön az áradat!
próbáljunk meg egy magas helyet keresni. Jaj! Jó lesz. Jaj! Jaj, jaj! Végre elment a vihar. Remélem mindenki megúszta. Hát még életemben nem láttam. Gondolod, hogy biztonságban vagyunk ezen a krokodil tutajon? Persze, hát látod, hogy nem bántanak minket. Ne ugrál, ilyen volt, még a végén elsüllyed a tutaj. Mondom. Oda nézed, Ön! Ajaj, ez az én házikom. Csak volt. Majd építünk egy újat. Ha elvonult az árvíz, nekiálltunk. Én még reménykedem, hogy ráakadunk a régi házamra. De jó, hogy megtaláltuk a házamat. Mennyire jobb innen a kilátás? Jaj! Valami szilárd ez az alap. Ezt megúsztuk. De jó, hogy mindenki túlélte az árvizet. Izgalmas kalam volt. Úgy látom, Orbán bent rekedt a mocsárban. Várj, mindjárt segítek rajtad! Kapaszkodj bele ebbe a faágba! Sikerült! Hurrá, hurrá, gyönyörű szépek a növényeid! Éjjel! Mi baj, hogy van kiskutyát? Oda nézz, Ödön! Dagonyázik a malac. Hé, ne pusztítsatok el mindent! Tudod, hogy imádnak dagonyázni? Hát tönkreteszik a termést. A szárazság jobban tönkretette volna. Hadd hancúrozzanak, fő, hogy megmaradt a termés. Igazad van, ha nem jön ez a kiadós eső, most csak a kiégett földben és a száraz kóróban gyönyörködhetné. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Kis Erika, Mícs Ildikó, Csizmadia Gabi, Várkonyi András, Szokol Péter. Magyar szöveg Pataki Gábor, hangmérnök Kendi Lajos. Gyártásvezető Ozorai Katalin. Szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Vipart Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.
Ödön az ökör. Többet ésszel, mint erővel. Sajnos ma nem valami jó a kapás. Ebben igazad van, menő. De tudod, hogy a horgászathoz nagy türelem kell, éppen ez a nagy nyugalom a szép benne. Hopp! Már itt is van húzd a nagy ki, hal! Húzd ki ödön! Próbálom, de nem meg, szörnyű nagy hal lehet! Jaj! Szedd össze minden erődet! Elégedd! Majdnem kihúztuk. Megfoghattuk volna, ha egy kicsit erősebbek lehettünk volna. Ne locsolj le! Nem gondolod, hogy egy kicsit elgyengültél az utóbbi időben? Mi az, hogy elgyengültem? Ám bár lehet, hogy rám férne néhány erősítő gyakorlat. Ne győztél, elismerem. Ellened már egy kicsit jobban összeszedem magam. Elég vékonykának látszik az ormányod, remélem nem leszel azért túl könnyű ellenfél. Na, szerintem az ormányoddal nincs semmi esélyed, hiszen ha megszorítod, nem kapsz levegőt. Mindjárt kipukkadsz, mint egy léngömb, ha hagyjuk ezt, túl gyenge az ormányod. Olyan, ne, birkózásról nem volt szó. Mit csinálsz, ödön? Tornászom, erősebb szeretnék lenni. Gondolod, hogy ezt használni fog? Hát persze, mindenkinél erősebb leszek. Vigyázz, beakadt a nyakad. Nem akarok zsiráf lenni. Szegény, talán egy másik módszert kellene kitalálni. Tudod, hogy nem adom fel olyan könnyen. Visszavágót szeretnék kérni tőled. Elvállalod? Kokuszdió. Egy kicsit megerősítettem a karizmomat az utóbbi napokban. Ez azt hiszi, hogy az az erősebb, akinek nagyobb a feje. Jól van, látom, a tüdőd elég fejlett, de kíváncsi vagyok, hogy a karizmod is elég erősen. Látszólag nem rossz. Bár egy kicsit talán lehetne keményebb. Ó, micsoda beképzett majom. Én mindig azt tartottam, hogy többet ésszel, mint erővel. De most már egy kicsit kezdem szégyelni, hogy ilyen gyenge legény vagyok. El is kezdek erősíteni. Hát ez nem nekem való. Nos, barátom, mi a véleményed az izomzatom fejlődéséről? Elég erősnek látszik ez is. Nézzük csak. Egy, kettő. Na, ennyi elég is lesz. Pum, 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 pum.
Látom, gorilla, te is erősíted magad. Nem mondom, elég meggyőzőnek látszik a mutatványod. Most kipróbálom, mennyit fejlődött az ütőerőm. Ez a fa éppen jó lesz. Jaj, Orbán, ne haragudj! Nem vetelek észre! Orbán! Edzettem magam, olyan izomlázamban, hogy belezöldülök. Mégis igaz, hogy többet ésszel, mint erővel. Nicsak jönödön! Ha te mit csinálsz itt? Hé! Hey, jaj, a szívbajt hozod rám! Miért unatkozol itt egyedül? Gyere inkább velem, és csináljuk együtt az erősítő gyakorlatokat. Jól fogunk szórakozni. Kösz, nekem elegem van az erősítésből. Na gyere, ugorj talpra! Az első étkézláb ötlet. Így kell kókuszdiót szedni. A következő gyakorlat a súlyrökés lesz. A második dobás. Bocsánat, nem téged célosztalak, idegeskedés helyett inkább mutasd meg, hogy te is tudsz dobni, jó? Ez most már több a soknál. Igazán felháborító, amit ezek a féleszű izompacsirták művelnek. Az egész közérzetem jobb, mióta erősítek. Arról nem is beszélve, hogy én lettem a legerősebb állat az egész erdőben. Azért remélem, nem leszel olyan kiállhatatlanul erőszakos, mint a gorilla. Ugyan, tudod, milyen tapintatos vagyok. Az izomzatomnál csak a kedvességem nagyobb. Szerintem nagyon sok lényegesebb dolog van, mint a fizikai erő. Hát, az biztos, hogy sokkal fontosabb, mi van az ökör fejében. Ésszel többet érhetünk el, mint nyers erővel. Nem is ez a véleményem. Hát ez meg mi volt? Néha az erejére is szüksége van az ökörnek. De nehéz. Na, mi van? Még sem vagy elég erős? Nem koncentráltam eléggé. Mindjárt megpróbálom még egyszer. Ez volt a bemelegítés, és most figyelj! Pedig nem látszik nagy... Nem adom fel! Csak nem tudod felemelni. Nem is szabad feladni. Azt hiszem, még erősítened kell. Micsoda egy ökör! Nem tudom elhinni, hogy hiába fáradoztam olyan sokat. Reszkessetek, egere! Thank you.
egy egér? Ugye nem képzeled, hogy nektek csináltam ezt a sajtot? Hogy meritek megenni? Takarodj a házamból! Ezt megkeserülöd! Foglak, hogy is! Szegény sajtocskáim! Hiszen belül mindegyik üres! Ezt megkeserülik ezek az átkozott egerek! Ezt nem viszik el szárazon! Nagyon szemtelenek ezek az egerek, de tévednek, ha azt hiszik, hogy ezt ennyiben hagyom. Szóval ezek nem is fogpiszkálók, hanem egérfarkak. Na megálljatok, most megkapjátok a magatokét. Nagyon csapom mindet. Lesze! Lesze! Megálljatok! Új, bocsáss meg, Benő! Jaj, de... Ne haragudj, az egerek tehetnek mindenről. Ha meg akarsz szabadulni tőlük, be kell szerezned egy macskát. Megfogadom a tanácsodat, beszerzek egy macskát. A macskás házaknál nem marad meg egyetlen egér sem. Megfogadom a tanácsodat, Benő. Szerzek macskát. Nagyon helyes. Jaj, jól van, cicuskám, ügyes vagy, kergess csak el őket. Elegem van ebből a semmire kellő és szemtelen rágcsáló seregből. Kapd el, gyerünk! Lesze! 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 Mit csinálsz, te ostoba macska? Neked az én pártomon kell lenned. Kap már el! Ez a macska butább, mint hittem. Talán előbb-utóbb Meow!
Takarodj a helyedre, kutya! Te meg, macska, üldözd tovább az egeret! Még ilyen tehetetlen állatokat! Magad sétáltál bele a csapdába! Egér üldözi a macskát? Ilyet még nem látott a világ. Pedig erős macska ez. Azonnal add vissza a páncélomat, buta macska! Mit kezdjek ezzel a macskával? Nem hittem volna ödön. Már bánom, hogy azt tanácsoltam, hogy vegyél egy macskát. Én meg sajnálom, hogy megfogadtam a tanácsodat. Szökőkutat játszik. De legalább kitartó a szerencsétlen. Csak így tovább. Megfogtam volna. Nem is hittem volna, hogy ennyi lakója van a birka gyapjának. Jaj, kirugdosnak a legjobb meleg helyről. Ne haragudjatok, mókuskák, mindenről az egerek tehetnek. Igaz, hogy nem tudja megfogni az egeret, de legalább, ami kergeti, addig nyugodtan megehetem a sajtomat. Nagyon finom a sajtom, tulajdonképpen meg tudom érteni az egerek ízlését. Nagyon finom. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Kis Erika, Mícs Ildikó, Csizmadia Gabi, Várkonyi András, Szokol Péter. Magyar szöveg Pataki Gábor, hangmérnök Kendi Lajos. Gyártásvezető Ozorai Katalin. Szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a VIP Art Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.